Táncolják a Verbunkot Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A Kárpát-medence jellegzetes, improvizatív, új stílusú férfi tánca az UNESCO listáján is szerepel. Megyénkben elsősorban Nagyecseden magyar verbunkként ismerik. Most a Múzeumfalu 3 portáján invitálják közös táncra a látogatókat. A Jánkmajtosi, a Tarpai és a Jármi portánál fognak gyülekezni a táncegyüttesek ebből a megyéből, tehát a mi megyénkből, de Hajdúságból és Bodrog közből is jönnek ide táncegyüttesek, és ők ott be fogják mutatni a saját tájegységüknek a verbunkjait. Sőt, mi több. Miután bemutatták, megpróbálják majd verbúválni a férfiakat, és persze táncba hívni az asszonyokat is egy kis páros verbunk táncolására. A program második részeként egy gálaműsorral is kedveskednek a közönségnek. A nap végén a Múzeumfalu főterén az együttesek bemutatják saját tájegységük verbunkját és csárdását, valamint egy közös zenekari produkcióval is készülnek. A nap végén közel 100 férfi járja majd a verbunkot. A Múzeumfalu az elmúlt időszakban családbarátabbá vált, így a hétvégi programra is várják a családokat, akik a megszokott módon népi ételeket is kóstolhatnak. Lehet rá számítani, hogy a mi drága Magdi nénénk újra teljes energiával készíti a kemencés finomságokat, úgyhogy emellett próbálunk még kézműves tevékenységeket is biztosítani a látogatók számára. A fazekas műhely is ki fog nyílni, nemezelni fogunk, az Árpád-kori faluban tárlatvezetésre is számodhatnak mindazok, akik ide érkeznek. Tehát élettel telivé tesszük úgy a falut, hogy bármi nem táncolunk, de azért hitelesen bemutatjuk azt, hogy hogyan is zajlódott a falusi élet akár 100 évvel ezelőtt is. A rendezvény nem ingyenes, Múzeumfalus belépőjeggyel látogatható, a védettségi igazolvány bemutatása kötelező.